Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Ragoncs Rita vagyok, fő témáink néhány mondatban. Bizottságok napirendi pontokat tárgyaltak. Sorsfordító évelé néz az agrárium, nehéz évre számíthatnak. Gondos óra, segítség a 65 éven felüliek számára. Segítség fiatal családoknak szociális bérlakások izményben. Üléseket tartott Szekszárd gazdasági és városfejlesztési, illetve pénzügyi bizottsága. A tárgyaláson ezúttal is számos téma volt napirenden. Több napirendi pontot is tárgyalt Szekszárd gazdasági és pénzügyi bizottsága. Az egyik legfontosabb téma a polgármesteri hivatal dolgozóinak jutalmazása volt. Idei évi költségvetésben van maradék pénz, a dolgozó nem volt annyi álláshely betöltve, mint amennyire volt keret, és ezt az összeget felosztjuk a dolgozók között. Dolgozónként nagyságrendileg 40 ezer forint jutalomban fognak, és évvégi jutalomban. Ez nem csak a hivatali dolgozókat, hanem intézményi dolgozókat is jelenti, nagyságrendileg 500 embert érintett a jutalom. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyik fontos témája a buszközlekedés volt. A Volánbusz ZRT helyi járatokról szóló beszámolóját megtárgyalták és elfogadták. A beszámoló igazolja azt, hogy helyes volt a döntés. Mi szerint csökkentettük 50%-kal a járatokat, és a jegyárakat viszont 75%-kal csökkentettük. Ezáltal látszik, hogy többen használják a buszokat, mint eddig, tehát többen mennek a buszokkal, és a mínusz az sokkal kevesebb, mint az előző időszakban volt, úgyhogy jó volt a döntés. Szekszárdon a Dómusz épületének környezetében lévő járdák javításáról is tárgyaltak. Itt kerékpártároló kialakítására is sor került volna. A műszaki igazgatóság kérdéseket tett fel a beruházó felé, azonban válaszokat nem kaptak, így ebben az ügyben egyelőre döntés nem született. További fontos téma volt még az óvodák helyzete. Három óvodának a tervét elkészítjük, a felújítási tervét, hogy a pályázatba, ha be tudjuk tenni az óvodákat, akkor kész terveink legyenek az óvoda felújításokra. Ezek zömében energetikai felújítások, szigetelések, nyílászáró csere, belső vezeték cseréje, ezeket hol mi aktuális, ezeket terveztetjük, és erre írtuk ki a beszerzést ezekre a tervek elkészítésére. Döntés született a Balcsi Zsilinszki és a Szentgyörgyi Albert utcai óvodák bezárásáról is. Ezek az intézmények felújításra szorulnak. A képviselő elmondta, az új szőlőhegyi óvoda működtetése sokkal gazdaságosabb lesz a város számára. 2024-ben sem számíthat könnyű évre a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Időjárási kockázatok nélkül is általános költségemelkedéssel, árharcokkal kell számolniuk az ágazat szereplőinek. Ennek enyhítésére és felkészítésére tartottak agrárkonferenciát Szekszárdon a déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégiumban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete, valamint a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara szervezésében agrárfórumot tartottak Szekszárdon. A szakmai programon többek között előadóként részt vett Fórián Zoltán vezető agrárszakértő, aki kiemelte, hogy a nem mindennapi kihívások miatt rendkívüli teljesítményre van szükség az agráriumban. Én már több mint 30 éve foglalkozom az agrárpiacok elemzésével, és hozzátehetem, hogy ez alatt a hosszú idő alatt nem volt ennyire bonyolult helyzet az agráriumban, mint amit most élünk. Gyakorlatilag egy sor olyan tényező együttes hatását érzékeljük, amelyek kirángatták abból a elég mély nyombájúból a magyar mezőgazdaságot, amikbe évtizedek óta megy. A szakértő hozzátette, a koronavírus járvány jelentette nehézségek után az orosz-ukrán háború következményeivel és az energiaválsággal is meg kell küzdeniük. Egészen más jövedelmezőségi viszonyok közé kerültek, mint voltak az előző években, évtizedekben, és most azért vagyunk itt is Szekszárdon egy agrárfórumon, mert meg kell találnunk azokat az új utakat, ahol új szerkezetben új jövedelmezőségi szinteket tudunk
mezőgazdaság számára találni, ugyanis a kilátások, meg kell mondjam, nem rózsásak. Itt is arról fogok beszélni a gazdáknak, hogy a 2024-ben bizony nem nagyon számíthatunk az alapnövények árainak emelkedésére. A fogyasztói árak emelkedése és az, hogy az élelmiszeripari átadási áremelkedés mennyire fedezi majd az ipar és a termelők költségnövekvényét, még kérdéses. 2023. szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 557.900, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 384.900 forint volt, számolt be a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 14,1%-kal, míg a reálkereset 2022. augusztusa óta először 1,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A rendszeres bruttó átlagkereset 537.000 forintra becsülhető, 14,9%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Kedvezmények nélkül a nettó átlagkereset 371.000 forintot ért el, ez 14,1%-kal volt magasabb, mint 2022. szeptemberében. A reálkereset 1,7%-kal nőtt a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 12,2%-os növekedése mellett. Idén is lesz elég karácsonyfa, a belföldi ültetvények kitermelése elkezdődött, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Magyarországon az ünnepi időszakban akár 2 millió fenyőfa is vevőre találhat. A kínálat túlnyomó részét a luc, az ezüst és a Kaukázusban őshonos Nordman teszi ki. Ezekből a környező országokba is jut. Az itteni piacra körülbelül 500 000 fenyő érkezik más országokból. A közlemény szerint a belföldi termőterület 3000-3500 hektár. Fenyőtermesztésből Magyarországon csaknem 600-700 családi gazdaság él meg. A minőség a jó szaporító anyagnak és a korszerű termesztés technológiának köszönhetően évről évre jobb. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hangsúlyozta, érdemes valódi fenyőt választani, mert a műfenyő gyártása környezetszennyező. A műanyag fák csak akkor tekinthetők környezetbarátnak, ha legalább 20 évig használják őket, tették hozzá. A gondosóra program Magyarország kormánya által indított alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás. Minden 65 év feletti magyar állampolgár ingyen juthat az eszközhöz. Regisztrációt követően a hozzá kapcsolódó 24 órás diszpécser központ szolgáltatása szintén ingyenes. A gondosórát készhez vétel után aktiválni kell, valamint megtörténik az adategyeztetés. Ekkor a diszpécser központ már az eszközön keresztül kommunikál. Én raktam össze, és akkor ő mondta, hogy hogyan kell, meg minden, sőt, valamelyik este lejtettem. Töltöttem föl, azonnal a hölgy bejelentkezett, hogy mibe segíthet. A dobozban található maga a gondosóra, egy hozzávaló töltőkábel és egy pánt a nyakban történő viseléshez. Hát még eddig nem volt szükségünk rá, de ki tudja, bármikor is lehet, mama is sokszor rosszul van meg. És az, hogy én ezt sokkal biztosabbnak érzem, mint a telefont. Ugye, mire oda megyek a telefonhoz, hát sokkal biztosabbnak, itt megnyomom ezt a gombot, és már is akkor már üzemel. Maga a készülék egyszerűen kezelhető az idős emberek számára, ez részükre és családtagjaiknak is megnyugvást jelent. A diszpécser központ minden riasztás esetén visszahívást kezdeményez a probléma feltárására. Kérhetnek az idős emberek segítséget akkor is, ha elesnek és egyedül nem tudnak felállni. Ilyenkor a regisztráció során megadott kontaktszemélyt fogják értesíteni elsőként. Nemrégiben Szakcson történt egy riasztás, ahol egy idős hölgy eltévedt az erdőben, és a gondosórán keresztül kért segítséget. Erre a hívásra a dombovári katasztrófavédelem munkatársait irányították a helyszínre. Többségében egyébként az eltűnt személyek keresésihez a rendőrséget szokták riasztani. Ők még a polgárőrökkel, valamint egyéb mentő szervezetekkel kiegészülve szoktak egyébként az eltűnt személyek keresésére indulni. Most ezúttal a tűzoltókra esett a választás, a dombovári hivatásos tűzoltói vonultak egyébként az bajba jutott nőhöz, akik rövidesen egyébként a riasztásról számított 27. percben meg is találták a rémült asszonyt a gondos eszköz által naprózó GPS koordináták alapján.
Az idős emberek nagyon jó dolognak tartják az eszközt, hiszen sokan élnek egyedül távol a rokonaiktól. A fiatalabb, mozgásukban korlátozott, beteg személyek részéről is megfogalmazódott már igény a gondosórára, hiszen számukra is ugyanolyan fontos lenne a segítségkérés, segítségnyújtás lehetősége. Tolnai és Mözsi arcok címmel rendeztek első alkalommal találkozót Tolnán. Komáromi János elmondása szerint az esemény célja, hogy a helyi lakosok jobban megismerjék egymást. Vendégként jelen volt Verlingné Sziget Ildikó, akvarelfestő, meseillusztrátor, és Fazekasné Bot Anikó bombonkészítő, cukrászakoktató. Az estét Atkári Lajos és a Fusz János zeneiskolai növendékei kísérték zenés produkciójukkal. Novemberben elérte az 5500 megawattot a magyarországi napelemek beépített kapacitása. A kiadott engedélyek alapján folyamatosan települnek újak, így jövő tavasszal már lesznek olyan időszakok, amikor 100%-ban napelemekkel lehet biztosítani az ország áramellátását, mondta az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba felhívta a figyelmet, hogy már most is jelentős időszakban karbonmentesen lehet Magyarország áramszükségletét biztosítani, mert megbízhatóan működik a Paksi atomerőmű is. A miniszter ugyanakkor elmondta, miután éjszaka a napelemek nem termelnek, így Magyarország még nettó áramimportőr. Éves átlagban összesen a fogyasztás 25%-át behozatalból kell fedezni, ami nagy függőség. Ezen szeretne változtatni a kormány. Ezért is telepítik tovább a napelemeket, hangsúlyozta. Felülvizsgálták a Nemzeti Energia és Klímatervet is. Ebben a korábban 2030-ra várt 6000 megawattnyi összes megújuló kapacitást duplájára 12000 megawattra emelték, jelezte. A miniszter úgy látja, hogy megfelelő ösztönzők mellett a terv teljesíthető. Ízmény önkormányzata szociális bérlakásokat alakít ki olyan kisgyermekes családok számára, akiknek jelenleg nincs lehetőségük saját ingatlan vásárlására. Céljuk a fiatalok segítése és a helyiek megtartása. Egy nagy konyha, úgy veszük, egy kis folyosó, fürdőszoba, és akkor ott van egy nagy szoba. A településen a lakosság létszáma már 500 fő alá csökkent, ez több okból is probléma. Ennek ellensúlyozására lehet megoldás a szociális lakások kialakítása, ezzel segítve a kisgyermekes családok helyben maradását, letelepedését. A bérleti díjat méltányosan állapította meg az önkormányzat képviselőtestülete. Az igény az is mutatja ezekre a lakásokra, hogy jelenleg 4 család várja, hogy beköltözzön, de pillanatnyilag csak 3 családnak van erre lehetősége. 5 évvel ezelőtt vásároltunk egy lerobbant lakóházat, kimondottan azzal a céllal, hogy felújítjuk. Úgy is álltunk neki, ez egy 3 szoba konyhás ház volt, fürdőszoba nélkül, de úgy alakítottuk ezt a dolgot, hogy 2x 1 szoba konyha, fürdőszoba, WC, és akkor ebbe a házba 2 lakrészt tudtunk kialakítani. Az egyik rész az már elkészült, ott most már 2 évig lakott egy család, ilyen fiatalok, kisgyerekekkel. Ízményben az iskola már régen nem működik, viszont az óvodát szeretné fenntartani az önkormányzat, annak érdekében, hogy a kicsi gyerekeknek ne kelljen utazniuk másik településre. Jelenleg 15 fő az óvodai létszám, de a családok beköltözése után ez 18 főre emelkedik. A településen heti 2 alkalommal rendel az orvos, van védőnő, bolt, mozgóposta és egy presszó. Az iskolánknak a régi szolgálati lakása, ami anno orvosi rendelővé lett alakítva, azt most visszaalakítottuk lakóépületté, és oda is egy 5-tagú család várakozik most, úgyhogy az talán jövő héten vagy 1-2 héten belül be fog költözni. És ez az ingatlan, amit az előbb mondtam, hogy vettünk, annak a hátsó részét is most alakítjuk, most a fürdőszobát csempézzük, és hogyha ez is elkészül, oda is vár egy másik család. A kialakításra kerülő lakások nem nagy méretűek, de több évig biztosítanak átmeneti otthont a családoknak. Munkalehetőséget néhány helyi vállalkozónál, valamint a mezőgazdaságban és a település 15 kilométeres körzetében működő üzemekben találnak az itt élők. Az önkormányzat célja a fiatalabb generáció megtartása és az ehhez megfelelő életkörülmények biztosítása.
Kelemen Ferenc polgármester vázolta a jövőbeli terveiket, legfontosabb feladatnak egy szilárd burkolatú út megépítését tartja a Parhant felé, annak érdekében, hogy a település ne legyen zsákfalú. Regionális híreink következnek. Támogatott lakhatás, decemberre elkészül a Kerekvilág lakóháza Pécsen. Precíziós tejtermelő labor, vízágyon pihenhetnek a tehenek a Matek Kaposvári kampuszán. Sikeres a magyar orvosképzés, egyre több külföldi tanul a hazai egyetemeken. Decemberre elkészül a Kerekvilág Alapítvány lakóháza a Pécsi Berek utcában. Itt 12 mozgásában korlátozott ember kezdhet önálló életvitelbe. Az úgynevezett támogatott lakhatásnak köszönhetően még lehet jelentkezni a lehetőségre az alapítvány elérhetőségein. Így néz ki jelenleg a Kerekvilág Alapítvány lakóháza a Pécsi Berek utcában. Ide költözhetnek majd azok a lakók, akik önálló életvitelt szeretnének. Nem egy bentlakásos helyről van szó, mondja az alapítvány ügyvivője. Ez nem egy intézmény, hanem itt tulajdonképpen mindenkinek saját lakása lesz, és vannak közös helyiségek is nyilván. Fogyatékkal élőkről beszélünk, akik közülük is azok tudnak beköltözni majd, akik részben önálló életet tudnak élni, tehát nem állandó gondozási segítséget kell nekik nyújtani, hiszen ez nem erről szól, az a bentlakásos intézményekről. Itt 12 főnek lesz lehetősége majd jövő év elején beköltözni. Már egyébként majdnem minden lakásra van is jelentkező, még azért lehet jelentkezni december közepéig, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ide szeretne beköltözni. Az építkezés során figyeltek a speciális igényekre is. Ahogy ez már most is látszik, akadálymentes minden. Ez azért volt fontos, mert az önálló életvitelt szeretné segíteni ez a ház. Tehát nyilván olyanok tudnak ide költözni, akik egyébként, hogyha közlekedési akadályok nincsenek, akkor tudnak dolgozni, vagy különböző szolgáltatásokat igénybe venni. A helyet is azért választottuk ezt a beruházásra, mert itt nem messze tőlünk a Berek sétányon, még 2010-ben ki lettek alakítva a rámpák, minden üzlet, bank, szolgáltatás akadálymentesen igénybe vehető, és látjuk a ház is teljesen akadálymentes. A lakások az alapítvány tulajdonában lesznek, a beköltözőknek azonban nem kell magas bérleti díjat fizetniük. Kell fizetni, ami leginkább a rezsit fogja tartalmazni, tehát azt nyilván a bentlakóknak kell állni elsősorban. Külön albérleti díjat nem kell fizetni, ezt a mondjuk így általány díjat kell majd fizetni, és ezen kívül, hogyha bármilyen szolgáltatást igénybe vesznek, akkor azért ugyanúgy kell fizetni, mint bárki másnak. Tehát hogyha nem tudom én, szeretnének különböző terápiákat, gyógyterápiákat, vagy mondjuk akár közlekedni szeretnének külön busszal, tehát mikrobusszal, akkor nyilván annak a díját nekik kell fizetniük. December végére készülhet el a támogatott lakhatás segítő ingatlan. A lakások egy, illetve két személyesek lesznek közös helyiségekkel. Aki szeretne még jelentkezni, a Kerekvilág Alapítvány elérhetőségein talál erről további információt. Vízágyon pihenhetnek a tehenek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán, ahol 341 millió forintból megépült a precíziós tejtermelő laboratórium. A létesítmény tartási és fejési rendszere nagy mértékben segíti az állattartással kapcsolatos döntések meghozatalát. A berendezések folyamatosan mérik és elemzik a lefejt tej paramétereit. A legmodernebb technika, a többi között fejőrobot és sejtszámláló is dolgozik a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán átadott új precíziós tejtermelő laboratóriumban. Mint azt Gyurica Csaba, a MATE rektora az ünnepélyes átadón elmondta, a létesítmény a kutató-oktató munkát egyaránt segíti. A legkorszerűbb állattenyésztési, állattartási technológiát tudja bemutatni, amely minőségi tej alapanyagot képes előállítani. És az ehhez kapcsolódó gyakorlati fogásokat mutatja be a diákoknak, az egyetemistáknak, és egyúttal segíti, szolgálja a kutatásfejlesztés és új technológiák kidolgozását, és szaktanácsadásként például
fontos szerepe van abban, hogy a gyakorlatban dolgozó gazdálkodók számára is, termelők számára új ismereteket adjon át, mutasson be, hiszen a mindennapi gyakorlatban még kevésbé ismertek azok a módszerek, amelyek a robotikát és ezeket a csúcstechnológiai megoldásokat beviszik a mindennapi gyakorlatba. A precíziós tejtermelő laboratórium tartási és fejési rendszere nagyban segíti az állattartással kapcsolatos döntések meghozatalát. Az eszközök folyamatosan mérik és elemzik a lefejt tejparamétereit. A kapott adatok pedig összességében az optimális működtetés irányába vezetnek. A tej minőségének a folyamatos ellenőrzése, monitorozása révén lehetőség van arra, hogy garantáltan jó minőségű tej kerüljön ki a gazdaságból. Ez az alapja annak, hogy egészséges, jó minőségű feldolgozott termékeket, joghurtokat, sajtokat, egyéb termékeket lehessen előállítani. Ez mindannyiunk érdeke, és az egészséges táplálkozás segíti, szolgálja. Másrészt pedig azzal, hogy egy precíziós technológiát alkalmazunk, és egyedre szabott a takarmányozás, az állategészségügyi esetleges problémák kezelése, ezzel egy olyan költségoptimalizálás lehet elérni, amivel a telepnek a versenyképessége javítható, tehát gazdaságosabban, egységnyi literre, tejre vonatkoztatva olcsóbban lehet működtetni egy ilyen telepet. Az egyetemről 17 éve a kaposvári Finofoodba szállítják a tejet, amelyet helyben fel is dolgoznak. Mint azt a cég ügyvezetője kiemelte, a kutatásokkal és a lefejt tej folyamatos elemzésével minőségibb tejtermékek kerülhetnek a boltok polcaira. Ebből a tejből sajt készül leginkább, sajt számára pedig a legfontosabb a szomatikus sejtszám és a tejnek a minősége. Ezzel a fejlesztéssel rövid távon mi már most érzékeljük azt, hogy egy jobb minőségi tej jön az egyetemi istállóból be hozzánk, ebből természetesen jobb és egészségesebb termékeket tudunk gyártani. A szerdán átadott laboratórium nem csak a kutató, hanem az oktató munkát is segíti, hiszen nem csak a MATE egyetemistái, hanem az intézményhez tartozó Móricz Zsigmond Technikum szakképzőiskola diákjai is itt tanulhatnak. Egyre jobb helyeket foglalnak el a magyar egyetemek a nemzetközi rangsorban, mondta Pécsen a felsőoktatásért felelős államtitkár. Hankó Balázs kiemelte a hazai orvosképzést, ahol már 12 000 külföldi hallgató folytatja tanulmányait. Az államtitkár szerint folyamatos a fejlődés, aminek az eredményeit évről évre érezzük. Folyamatosan fejlődnek a magyar felsőoktatás körülményei, nőnek a lehetőségei, jó példa erre az orvosképzés. Erről is beszélt a területért felelős államtitkár Pécsen, az Orvosi Kar Szimulációs Központjának átadóján. Hankó Balázs újabb állomásként említette a felvételi pontszámítás jövő évi változtatását. Az intézmények dönthetnek az 500-ból 100 intézményi pontról. És hogy mennyire jó és erős az együttműködés az orvosképző egyetemek között és az orvosképző karok között, nagyon helyesen az orvosképzés esetében mind a négy egyetem bevezeti most már idén a szóbeli vizsgát is. Pontosan azért, hogy olyan orvosaink legyenek, akik készségükben, kommunikációjukban az egyetemi világhoz és azt követően a gyógyító hivatásban tudnak szolgálatot teljesíteni. De másként is együttműködnek a hazai orvosképzőkarok, mondta a szakpolitikus. A pécsi kezdeményezésre a négy orvosképző egyetem el fogja ismerni egymás szóbeli felvételét, ezáltal is segítve őket abban, hogy így tudjunk még inkább responszívvá, orvosképző nagyhatalommá válni, és a magyar egészség szolgálatát teljesíteni a négy orvosképző helyünkön. Ennek a fejlődési útnak már most is jelentős eredményei vannak, mondta az államtitkár. Az új, rugalmasabb, kiszámíthatóbb egyetemi világ, amely mindezzel együtt autonóm egyetemi világ, teszi lehetővé azt, hogy 4 éve 7, 2 éve 9, tavaly 11, idén már 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, azaz a 30 000 egyetem közül a legjobb 1500-ban, mely között üdvözölhetjük a Pécsi Tudományegyetemet, és mely között mind a négy orvosképző egyetemünk is szerepel. Egyedülálló a világon, hogy a négy magyar orvosképző egyetem rendelkezik amerikai akkreditációval, ami szintén jelzi a kiemelkedő színvonalat, mondta a beszédében a politikus. Hankó Balázs kiemelte azt is, hogy idén már 42 000 külföldi diák tanul a magyar egyetemeken, köztük 12 000-en az orvosképzésben. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Bizottságok napirendi pontokat tárgyaltak.
sorsfordító év elé néz az agrárium, nehéz évre számíthatnak. Gondosóra segítség a 65 éven felüliek számára. Segítség fiatal családoknak szociális bérlakások izményben. Pénteken kettős fronthatás alakítja az időjárást, nyugaton hideg fronti hangsúllyal, szerte az országban előforduló kisebb esőkkel lehet számolni. Éjszaka kevesebb helyen várható csapadék, főként hajnalban fordulhat elő a Dunántúlon és a Duna vonalában hózápor, havas eső, zápor. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!